A bölcsödék napját és a városi bölcsöde fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték Szekszárdon. Április 21-e a bölcsödék napja Magyarországon, ehhez kapcsolódva rendezett szakmai napot és jubileumi ünnepséget a Szekszárdi Városi Bölcsöde a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. A megyeszékhely jelenlegi két közbölcsödéje, a Városi Bölcsöde és a Kadarka utcai óvodában kialakított mini bölcsöde összesen mintegy 150 férőhelyet tudja kielégíteni a bölcsödei szolgáltatások iránt érdeklődő szülők igényeit, mondta elköszöntőjében Ács Rezső polgármester. Érdekes volt, hogy ott az újvárosi részen azt tapasztalták az óvodában dolgozók, hogy egyre több fiatal érdeklődik a bölcsöde, mint szolgáltatás iránt, ez pedig azt jelenti, hogy többen költöznek be fiatalok Szekszárdra, és reméljük azt is jelenti, hogy több gyerek fog itt Szekszárdon is születni, és egyre inkább majd bővíteni kell ezeknek a férőjeknek a számát. A szakmai napon a térség kisgyermeknevelői, már nyugdíjba vonult korábbi munkatársai és egyetemi hallgatók is részt vettek, hogy előadásokat hallhassanak például a szakma specifikumairól is, mint a Párbeszéd ezzel a korosztállyal. Ezek a gyermekek, ugye mindenki más fejlettségi fokon van, a kommunikációjuk az gyakorlatilag itt alakul ki, és tényleg a metakommunikáció, a gyerekeknek a megfigyelése, megismerése az, ami által tudunk válaszolni az ő kifejezésükre, kérésükre. A programhoz tartozott egy az intézmény eredetét és elmúlt 40 évét bemutató kiállítás is.